Sziasztok! Haját mostam, csak nem izéltem meg. Mi az? Vasaltam ki. Na, olyan... Meg ezek a hangok. Olyan izé, be van borulva az idő, meg minden. Tök ilyen nyomasztó. Vaníliás karika? Azt számolgattam, hogy mikor kell lámpázni a tojásokat. Mert pénteken kelt ki a pingvin, és szombaton raktam be a szemekkel a tojásokat, már nem tudom, mert a másik blogban fönt van. Akkor még nem kell lámpázni szerintem. Vagy kéne? Vagy... Először úgyis az ereket kell azt szemnézni. De nem tudom, mert szombaton, mikor reggel raktam be, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, most van a hatodik nap, és nem is tudom, hányadik napon szokták. Hetedik, vagy nyolcadik, vagy tizedik. Mindjárt megnézem. Lavina hangüzenetet küldött. Megmutatom a körmömet, most voltam a körmösni. Bár nincsen sok természetes fény, mert csupa izé van. Mindegy, póker, ász. Hát nem látszik. Majd egy fotót betűzök ide. Szép, mi? Pingvin megvan, vagy megették a macskát? Most falatozik. Tengeresek, malacosok. Ott nem szeretnek szerepelni. Mit teszünk? Főztem neki kamilla teát, hogy egyen, igyon, gyulladás csökkentő. Jaj, nem tudom most meglámpázni, mert sötét kell hozzá. Akkor majd mondom, hogy mi van. Képzeljétek el, meglámpáztam a tojásokat, hát nem sok reményt fűztem hozzá, mert azt hiszem a 7.-8. napon kellene valami ilyesmi. És képzeljétek el, hogy a 37 tojásból én 7-8-at mondanék, egyen fixen látom, amin az ér körbefut, és az nem jó, azt tudom, hogy nem jó. Azok a jók, amik kis erecskék jönnek így le a tojásba, és van olyan, amit nem mernék megesküdni, hogy most az eres vagy nem, mert olyan a tojásnak a héja, hogy nem látok át rajta. Ezért beszéltük, vagyis mondtam Bazsinak, hogy ami neki van lámpája, az annyira durván világít, hogy szerintem azzal kell. Tehát az, ott még a csirkét is látnám, az annyira durván világít. Azt mondta, kinek bevette. Na, majd lehet veszek egyet én is. Szóval szerintem azt nem tudom nyilván, hogy mennyi fog kikelni, mert hogy itt is volt 2 darab csibe,
aki sajnos nem gyűjt ki, de hogy az biztos, hogy ezek a tojások sokkal termékenyebbek, mint amit az Évitől hoztunk, ha fiatal kakas. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen kis csibék lesznek, meg milyen arányban lesz tényleg, meg a kelés is. Hát én nagyon kíváncsi, de várom már, 26-a, most meg van 11, ma voltam körmösné. Móni, 11, 15 nap, de várom, 15 nap is megint csibe. Kicsibe. Na most lefekszek Krisztófer mellé egy kicsit pihenni, elnézést. Na, képzeljétek el, most el kell mennem Mányukra, ott tudok pénzt levenni, és most copyrightos lesz ez a szar. Faszom teli. A madaram, a pingvinemtől a macskák. Az összes cicát kérném a bejárathoz. Gyere, Ceci! Ceci! Hol a Clarence? Gyere, Ceci! Gyorsan! Ceci! Nyitatok már kifele. Hú, de nehéz. Na, szóval elindulunk Mányokra pénzt levenni, és utána pedig elmegyünk Zoliért. Tök jó! Majd mindjárt meglátjátok, hogy szerintem még nem ismeritek a Zolit. Csinos férfi. Nem mondom. Szép, szép, csinos. De hát nekem ilyet nem szabad mondani, mert mindjárt jönnek a trollok. Ja, a farka. Ott a Zolie. Jaj, ez a segge. Világítani. Nem kül, itt a vaku. Gyere, Zoli. Vagy ebbe akarsz maradni? Nekem úgy is jó, ahogy gondolod. Hogy működik ez? Ja, azt is levehetjük. Igazad is van. Csak egy izé van. Szabadon tudom engedni. Így tudod. Jó. Az Zolit nem lássuk meg sose. A hátulján is van egy. Ja. Meg lehet, hogy az elején is. Ó, de szép nagy vagy, Zoli. Nehogy elfussál. Szegény Zoltán, ezt itt hagyom neked. Ne kotkodálj. Ott most itt fogsz aludni, jó? Tényleg, Zoli, túl még nem vagyunk ismerősök. Hónap már lányokkal hat, nem bánom. De az éma, hú de porma. Zoli, szép vagy, bazd meg. Szép vagy. Anukája, hónap jövök reggel. Jaj, de szép vagy, Zoltán. Egy fotó. Jaj, néd, amíg néz is. Csinos. Kimondottam.
Szia, Zoli! Fél! Na, gyere ki! Gyere, Zoli! Kéne támasztam valamivel az ajtót. Nem mer kijönni a Zoli. Pont szar helyen állok, mi? Gyere, vannak csukók! Gyere, Zolika! Gyere, fiam! Most még kukodékul le. Arra ki tudsz menni? Szabad tartás van. Menjél, fiam! Egy is. Jó nagy vagy. Egyé. Jaj, húzok be izét, mert fél. Jaj, várjatok. Ne féljetek. Gyere, Zoli fiam. Magozzá. Hú, de nagyon kapirgász. Tiszta idegben van. Hú, de szépen meg zöld a tolla. Engem ne jezgessé. Kinyitom ezt. Menj már, csirke! Jobb, ha kijöttök majd erre is. Ide is tettem búzát, meg minden. Krisztofernek elvisszük a dömperét. Hát ez jó ideges. Csak egyetek. De nagyon, ott kint kaparásszál, izé, földön, nehe. Zoli fiam, menj ki az udvarra. Mennyi? Most ott szemezgetel? Mindegy, majd felismered, hogy mi jól van, nem? Nem kell téged tanítani. Zolika. Nagyon szeret kaparni, de ott sokkal jobban tudnál az udvarba. Mindegy, majd menj arra. Kimegyek, mert így lehet nem maradsz itt, mi? Vagy itt maradsz csak, mi? Ti kis menjetek. Kotkodál ez. Nem tudom, vagy mi az kukorika. Nem tudom, hogy ki fog-e menni, hát majd kimerészkedik. Jaj, mondom, bedugom zsebre a kezem, ehe. Hát ki van fordítva a gatya.
Jaj, veszem. Mondom, hol van a megfordító, várja. Na, szóval, hogy ott azért van nekik helyük maszkerálni. A kerítésem. Itt megy végig, és a fák, nem az erdei fák, gyümölcsfák mögött van vége. Ott azért tudnak menni, és ez is az ő udvaruk, arra mehetnek. Na-na, nem jön elő, Zoli. Ott van ehe. Várjál, rosszul tartom. Ott van, még kotkodik. És nem tudja, előre fedezze fel a dolgokat, vagy hátra. Ott vannak a sok pipik. Menjél, Zoli, hátra. Ott van a izé. Szabadtartás, háttuk. Elő csak zárt ketrecek vannak, látod? Szép ez ehhez. Most bemegy a izébe. De hol is szép néz. Na menj már, ez az! Menj! Látod, milyen jó helyed van? Ott lehet fán futni, meg kaparni. Félek azért, hogy megtámadhat egy ilyen hús darab rám támad, de valami 5 kiló vagy mennyi. Menjetek ti is! Tyukok fének. Pedig ott el lehet kapargatni. Ott az Oli, ehe. Ha nem jó, hanem még azt elszök ezen a helyen is. Hát itt el lehet lenni, Móni. Még raktam ide neked búzát. Ne féljél! Én félek. Van búza, lehet kakarászni. Lehet csoro fél. Tényleg fél ez a Zoli. De tőlem ne féljen. Én se lenne nem vágom. Majd megszokjátok egymást. Most kész. Már talált is élelmet. Na. Na jó van, maradjatok, hagylak ti. Ezek kihozták a söprűt, a Peti meg a virág, azt itt maradt. Én ugyan itt hátul nem söprök. Na jó, ennyi elég volt most így reggel a tyúkokból, meg a kakasokból. Ott már van egy kakasom, az Oli. Majd elmesél, haj ne féljél. Most azt hiszi, hogy a... Még dugjam el a söprűt is, te, hátam mögibe. Innen megyek szérű, hogy nehogy... Ott nem tudsz kimenni, azért már akkora... Jaj, te fél! Nagyon fél! Majd megszakod, én nem bántalak, te! Mit tűfész? Nem azért hoztalak el, hogy levágjalak. Ó, itt éhetsz boldogan. Mit művelnek ezek? Tárul a dobozt, majd vissza kell vinnem. Hát képzeljétek el, hogy hogy volt ez a történet. Tegnap voltam ugye a műkörmösnél. És itt a faluban is van, akik, vannak, akik nézik a videóimat. Úgyhogy tudhatja bárki, hogy van tyúkom. És akkor... Hát nem akarok neveket mondani, Andinak hívják, akik tudják, azok úgyis ismerik itt a faluban, akik meg nem mondok, meg nem mondok semmit. És, ja, amúgy ide nem szabadott benézni, Dávid, vagy nem tudom, ki volt a neve. Ez egy kazánház, itt van a, itt volt a kazán, hát ide most nem is lehet bejutni, mert hogy a kazán az, az emeleti radiátorokhoz tartozott, és nincsen. Hát nincs hűtés, levágtam. Ott meg a fatároló volt, vagy nem tudom, mi volt itt olyan. Kokacserje, vagy mit mondott a Peti? Nincsen kokacserje, meg a fodrászüzlet kezdeményemben sincs. Ezt most ki nem nyitom. Na, más ajtó meg nincs.
Szóval másról nem tudom, hogy itt padlás van, meg a WC lesz. Az meg szalmapadlás, nem kukacserje padlás. Na mindegy, szóval folytatom. És az Andi mondja, hogy hú, nekik is vannak milyen fajtájúak, búbosa, tyúkok, nem tudom ennek mi a neve pontosan. Hú, mondom, azok szépek. És akkor mondta, hogy drágán vették őket vásárba, de hogyha tojnak, akkor majd szól tojásügybe. Mondom, de jó! Ezt a Katinak nem akartam amúgy elmondani, mert akkor ezzel fog járni az életemet, hogy mikor lesz búvos csibénk. Úgyhogy mindegy, ha most megtudta, akkor rábasztam. Na mindegy, én meg ez a törpe, ez a kokin tyúk. Na, olyat is szeretnék. Olyan tojást is ígért, hogyha lesz, akkor majd. Szóval, és akkor mondta, hogy van kakasuk is, de hogy el akarják passzolni. Mondom, tényleg, hát nekem kéne egy kakas, de mondom, én úgy akartam, hogy így én neveljek fel egyet, mert hát tudod mi az, hogy izé támad. Ó, hát az bele csip úgy a lábamba, hogy az összes zsíradékom kifolyik. Úgyhogy azt mondja, nem, azt mondja, úgy félek én is a kakasoktól, de azt mondja, ez olyan szelid, hat, nem úgy szelid, ez fél csoró. Na mindegy, azt mondta, hogy vannak nekik liba, vagy mi, azt azok elverték csoró kakast, mert hogy ezek, ennek a kakasnak nincsen párja, mármint tyúk párja, mert neki nem olyan fajtájú a többi tyúk. És akkor tegnap este elhoztuk. Úgyhogy nagyon aranyosak voltak, meg olyan szép. Hát ez tényleg egy gyönyörű szép kakas. És én ugye nem pörkütnek veszem őket, hanem házi állatnak elnézést. Meg hát a tyúkokat tojás, meg simogatás. Meg ugye hát a kakas meg azért jó, mert lehet majd még keltetni jövőre is csipét halubban. Vagy még idén majd meglátjuk. Úgyhogy hát attól függ, hogy mennyire szoknak ugye össze. Szexuálisan. Na, szóval ennyi. Hát itt elférnek azért bőven tyúkok, csibék. Úgyhogy így került hozzánk Zoli. És hogy miért Zoli? Azért, mert ugye az egyik live-omnál Varga Zoli donételt, és mondtam, hogy tojásra. Mondtam, hogyha lesz belőle kakas, akkor Zolinak fogják hívni. És hát nem a tojásból lett, de hát ez is egy tojásból lett, mert ezt meg az Andi keltette ki. De gyönyörű szép. Az Évinek van hasonló kakasa, csak szerintem az enyém szebb. Úgyhogy ha sok tyúk lesz, akkor további egy kakas. Fú, te valamikor kapakkelja. Egy kakas még várható, mert hogy ugye 15 tyúkra van egy kakas, ha 30 tyúkom lesz, hat oda kettők. Ez meg, ezek meg az amúgy is 10 vannak. És ezt Bazsinak fogják hívni. Bár a kutyámat szeretném, ha lesz egy másik majd. A ő lenne Bazsi. Na de most. Ennyi volt a móka mára. Kakasból is elég volt. Majd délután még, ha lesz egy vlog, akkor jelentkezek kakas ügybe. Sziasztok! Éljetek, hogy tudtok! Arrivederci!